Üdvözöllek benneteket! Most induló videósorozatunkban a racionális számok szorzásáról tanulunk. Nézzük bevezető leckénkben, hogyan is kell összeszorozni két vagy több törtet. Feladatunk így szól, szorozzuk össze a következő két törtet. 3 negyed, szorozva, majd zárójelben mínusz négy tizenötöd. A feladat megoldásakor felhasználjuk mindazt, amit már a pozitív racionális törtek szorzásakor megtanultunk, kibővítve az előjelek szorzásával. Ismételjük át az előjelek szorzatát. Azt tanultuk, hogy ha két előjel megegyezik, akkor a szorzat mindig pozitív lesz, ha két előjel pedig különbözik, a szorzat negatív lesz. Ezt akár egy kis táblázattal is tudjuk ábrázolni, amelyeket a feladatok közben alkalmazhatunk is plusz szor plusz az pluszot ad, illetve mínusz szor mínusz az pluszot ad, tehát ha egyformák az előjelek, a szorzat mindig pozitív, ha pedig különbözők az előjelek, mint például plusz szor mínusz, vagy mínusz szor plusz, akkor pedig szorzat negatív. Így akkor a mi esetünkben, a mi feladatunkban láthatjuk, hogy egyik előjel, ha nincs kiírva, akkor ez mindig pluszot jelent, a másik előjel mínusz, különböznek az előjelek, így ennek a két törtnek az előjele, szorzatának az előjele mínusz lesz. Mit jelent két törtet összeszorozni? Valójában két tört szorzat egy olyan tört, ki is tesszük a tört vonalat, melynek számlálója, a két törtnek a számlálója, le is írhatjuk, tehát 3 szorozva 4 -jel. Ennek az új törtnek a nevezője pedig, a két törtnek a nevezője, le is írhatjuk, 4 szorozva 15-tel. Ezt röviden úgy is alkalmazhatjuk, hogy számlálót számlálóval, nevezőt nevezővel. Hát akkor szorozzuk össze a két számlálót. 3 x 4 az 12, figyeljünk arra, hogy a mínusz előjelet csak lemásolom, és a két nevező 4 x 15 az 60. Tört révén ellenőrizzük le, hogy ez a tört egyszerűsíthető-e. Mit is jelent az egyszerűsítés? Az, hogy számlálót és nevezőt is alosztjuk ugyanazzal a számmal. Mivel érdemes osztani? Hát valójában a prímszámokkal, illetve a prímszámok többszöröseivel. Legtöbbet a 2-t, 3 at 5 használjuk, de sokszor szerepel még a 7-es, 11-es és a 13-as, és így folytathatnánk tovább. A mostani példánkban vegyük észre, hogy mivel a számláló 12, érdemes leellenőrizni, hogy esetleg a nevező osztható egy 12-vel. Mivel igen, így akkor ezt a törtet egyszerűsítem 12-vel, az előjelet csak lemásolom, 12 osztva 12-vel az 1, 60 van a 12 pedig 5. Tehát az adott két törtnek a szorzata mínusz 1 ötöd. A most láthatott példa valójában csak egy elmélet. A gyakorlatban azért rövidebben oldjuk meg a feladatot. Íme vegyük újból ugyanezt a két törtet. 3 negyed szorozva mínusz 4 tizenötöddel. Láthattuk, hogy az előjel mínusz, és amikor leírjuk a számlálókat 3x4, illetve a nevezőket 4x15, mielőtt azonban összeszoroznánk őket, és utána egyszerűsítenénk, mint az előző példánkban, próbáljunk meg fordítva először egyszerűsíteni, és a végén szorozni. Az egyszerűsítést érdemes átlósan kipróbálni először. Például az egyik átlón található a 3-as és a 15-ös. Ellenőrizzük le, hogy a 3 is és a 15 is osztható ugyanazzal a számmal. Igen, mindkét szám osztható 3-mal. 3-ban a 3 megvan egyszer, 15-ben a 3 pedig megvan 5 A másik átpon 2-négyes található, így értelemszerűen mindkét számot elosztjuk 4 és mind a két esetben a hányados 1. Miután nem tudunk tovább egyszerűsíteni, jön a szabály számlálót számlálóval, nevezőt nevezővel vigyeljünk arra, hogy most az előjelet is vezettünk el, tehát ennek a szorzatnak az előjele mínusz. A két számláló szorzata egyszer egy az egy, és a két nevezőnek a szorzata egyszer öt az öt. A most látottak alapján gyakoroljunk még. Szorozzuk össze a következő két törtet. Mínusz 15-16-od szorozva, zárójelben mínusz 8-25-öd. Nézzük először is az előjeleket láthatjuk, hogy a két előjel megegyezik, mínuszor mínusz, tudjuk a táblázatunkból, hogy az pluszt ad, tehát ki is írhatjuk, de akár plusz révén el is hagyhatjuk az előjelet. A két számláló 15 x 8, a két nevező pedig 16 x 25. Hát még véletlenül se szorozzuk őket össze, próbáljunk meg egyszerűsíteni. Az egyik átló 15 és 25, 5-ösre végződnek, így biztos, hogy mindkét számozható 5-tel tehát érdemes 5 egyszerűsíteni. 15-ben az 5 megvan 3 25-ben az 5 pedig megvan 5-ször. A másik ágon láthatjuk, hogy 8 és 16, mindkét szám páros, tehát kettővel oszthatók, de észrevehetjük, hogy mindkét szám osztható még négyel is, sőt, mindkét szám osztható nyolccal is. Minél nagyobb számmal el tudjuk osztani, annál jobb. Tehát, ha elosztom őket nyolccal, 16-ban a 8 megvan kétszer, nyolcban a nyolc pedig egyszer. Tovább nem tudok egyszerűsíteni, így akkor jön a szokásos szabály, számlálót számlálóval, nevezőt nevezővel. A plusz előjelet akár el is hagyhatom, nézzük a számlálókat, 3 x 1 az 3, és a két nevezőnek a szorzata 2 x 5 az 10. Tehát a most látható két törtnek a szorzata plusz 3 tized. Nézzük, a feladat megoldásához eljuthatunk-e még rövidebben. Következő példákban erre látunk megoldást. Ahelyett, hogy leírnánk a számlálók szorzatát és a nevezők szorzatát, próbáljuk meg rögtön a feladaton belül elvégezni az egyszerűsítést. Induljunk az átlokkal. 7 és 21 mindkét számozható 7-tel, 7-ben a 7 megvan egyszer, 21-ben a 7 pedig megvan háromszor a másik átlón 20 és 8. Mindkét számot el tudom osztani kettővel, leoszthatók négyel is, így akkor négyel osztom őket. 20-ban a 4 megvan 5-ször, 8-ban a 4 pedig megvan 2-szer. Figyeljük most az előjelet. Egyik előjel mínusz, másik pedig plusz, mivel nincs kiírva, veszem plusznak, különböznek az előjelek, így akkor a szorzat előjele mínusz lesz. És már össze is tudom szorozni a maradék számlálókat, 1 x 2 az 2, illetve a nevezőket 5 x 3 az 15. Tehát a szorzatunk mínusz 2 15 -öt. Feladatainkban láthatunk olyan egyszerűsítést, amikor is nem csak prim számmal, hanem a prim szám többszörösével egyszerűsítettünk. Például a 20-at és a 8-at 4 jel, vagy a 16-ot és a 8-at 8-al. Természetesen, hogyha valaki lépésről lépésre egyszerűsít, kettővel, majd újból kettővel, majd újból kettővel, az is egy árható út, csak egy kicsit hosszadalmasabb. Nézzük a következő példánkat, hogyan egyszerűsítenénk. Ha valaki lépésről lépésre szeretne egyszerűsíteni, 40 és 80, mindkét szám páros, 40-ben a 2 megvan 20-szor, 80-ban a 2 megvan 40-szer. Továbbra is páros számokat kaptunk, egyszerűsítünk kettővel, 20-ban a kettő megvan 10-szer, 40-ben pedig 20-szor. Még mindig páros számok vannak, oszthatók kettővel, 10-ben a kettő megvan 5 szer 20-ban a kettő megvan 10-szer. És a végén 5, öt és 10-et le tudom 5-tel egyszerűsíteni, 5-ben az 5 megvan 1-szer, 10-ben pedig 2-szer. A másik ágon 77 és 99, szinte adja magát a lehetőség, hogy 11-jel egyszerűsítsünk. 99-ben aki a 11 megvan 9-szer, 77-ben pedig 7-szer. És ha összeszorozzuk a számlálókat, 1 szer 7 az 7, a két nevező szorzata pedig 18. A most látható megoldásnál lépésről lépésre egyszerűsítettünk. Viszont nézzük meg ugyanezt a feladatot sokkal egyszerűbben. Ha észrevesszük, hogy a 40 és a 80 egyszerűsíthető 40-nel, 40-ben a 40 megvan egyszer, 80-ban pedig kétszer, a másik ágon 99 és 77 osztható 11-el, meg van benne 9-szer, illetve 7-szer, és figyeljük meg, hogy a szorzat 1x7 az 7, a két nevező pedig 2x9-18, ugyanazt az eredményt kaptuk, viszont a mostani megoldásunk sokkal pedánsabb. Törekedjünk tehát, ha csak van rá lehetőség, minél nagyobb számmal egyszerűsíteni. Viszont még egyszer kihangsúlyozom, ha valaki az első módszer szerint oldja meg a feladatot, ugyanúgy helyes, mint a második. És leckénk befejező részében próbálkozzunk meg most három törtnek a szorzatával. Mínusz 35,64, szorozva 16,21-eddel, szorozva mínusz 3 del Figyeljük meg az előjeleket, és itt most megtanulunk egy fontos szabályt. Abban az esetben, hogyha a negatív előjelek száma páros, páronként egymás semlegesítik, akkor a szorzat mindig pozitív lesz. Ellenben, hogyha a negatív előjelek száma páratlan, akkor egy mindig fönt marad, így akkor a szorzat negatív lesz. Így történik tehát, hogyha két mínuszunk van, összeszorozzuk, az plusztot ad. De ha már három mínuszunk van, a két mínusz egymás semlegesíti, megmarad egy mínusz, ezért marad a szorzat negatív. Figyeljük meg a mostani feladatunkban, hány negatív előjelet látunk. Kettőt, ami azt jelenti, hogy páros számú negatív előjelünk van, ilyenkor a szorzat pozitív lesz. Tehát rögtön megoldottuk az előjelet, a szorzat pozitív, és erre az előjelre már nem kell odafigyelnünk. Nézzük most az egyszerűsítést. Az egyszerűsítést nem csak egymás mellett lévő törtek esetében végezhetjük el, hanem akár az egyik széléről a másik széléig. Figyeljük a prémszámokat, mivel tudunk egyszerűsíteni. Próbálkozzunk a 35-tel. A 35 osztható 5-tel is és 7-tel is, íme itt alulra láthatunk egy 21-et, ami úgy szintén osztható 7-tel, tehát 35-ben a 7 megvan 5-ször, 21-ben a 7 pedig megvan 3-szor. A maradék 5-öst most a 10-essel egyszerűsítem le, tehát nem feltétlenül a mellette lévő törtet használom, mindkét szám osztható 5-tel. 5-ben az 5 megvan egyszer, 10-ben az 5 pedig megvan kétszer. Az első tört számlálóját már leegyszerűsítettem, nézzük most a nevezőt. Fölülről keressünk olyan számot, ami osztható 2-vel, 4-jel, 8-al, sőt 16-tal, íme 64-et és 16-ot, egészen 16-tal egyszerűsíthetjük. 64-ben a 16 pontosan négyszer van meg, 16-ban pedig egyszer. Az előtt láthattuk, hogy ha itt nem rögtön 16-tal, hanem akár 2-vel vagy 4-tel egyszerűsíthetünk, az is járható út, csak akkor többször kell egyszerűsíteni. És a végén maradt még két hármas. Egyik lent van, másik fönt, egyszerűsíthetők, mindkét esetben egyesek maradnak. Miután tovább már nem tudunk mit egyszerűsíteni, nézzük akkor a végső szorzatot. A számlálók egyszer egyszer 1, egy, az 1, a nevezők szorzata pedig 4-2 8, tehát a végeredményünk plusz 1-8. És leckénk végén nézzünk egy igazi gyöngyszemet. Szorozzuk össze az itt látható 4 törtet. Először is összpontosítsunk az előjelekre. Hány mínusz látunk 3, a negatív előjelek számát tehát páratlan, így akkor a szorzat negatív lesz ki is tehetjük a mínuszt, így az előjellel tovább nem kell foglalkoznunk. Viszont nézzük meg az egyszerűsítést. Többféleképpen egyszerűsíthetünk. Az első szám, amivel elindulok, az a 33. Ha észrevesszük, hogy a mellette lévő tört nevezője 165, mindkét számozható 33-mal, 33-ban a 33 megvan egyszer, 165-ben pedig pontosan ötször. Valószínűleg kevesen veszik észre, hogy mindkét számozható 33-mal. De viszont észrevehetjük, hogy oszthatók 3-mal, sőt, oszthatók 11 el is, innen tudtuk, hogy oszthatók 33-mal is. Ha leegyszerűsítjük őket 3-mal, majd utána 11 el a végeredmény az itt látható 1-es és 5-ös. Az első tört nevezője 35, mivel 5-ösre végződik, próbáljunk egy olyan számot keresni a számlálók közül, ami úgy szintén osztható 5-tel. Ímeik látható egy 5-ös a végén. 35-ben az 5 megvan 7-szer, 5-ben az 5 pedig megvan egyszer. szer Van-e olyan szám a számlálók közül, ami osztható talán 7-tel? A 27 biztos nem. A 112-t úgy ellenőrizzük le, hogy fölbontjuk 70-re és 42-re. Mindkét rész osztható 7-tel. 70-ben a 7 megvan 10-szer, 42-ben pedig 6-szor, tehát le tudom őket egyszerűsíteni 7-tel. 7-ben a 7 megvan 1-szer, 112-ben pedig az előtt számoltuk 16-szor. A folytatásban nézzük a 16-ot, mint számlálót. Ime a nevezőnél látható egy 32-es, mindkét számozható 16-tal, igaz, hogy 2-vel is, 4-jel is, 8-al is, de a legnagyobb ilyen a 16, 16-ban a 16 megvan egyszer, 32-ben pedig kétszer. Amit még egyszerűsíthetünk, az a 27 és a 12. Mindkét szám osztható 3-mal. 27-ben a 3 megvan 9-szer, 12-ben pedig 4-szer. Több számot már nem tudunk egyszerűsíteni, nézzük akkor a számlálók szorzatát. 1 x 1 9 1, tehát csak a 9-es maradt, viszont a nevezőknél 5x2 az 10, és 10x4 az 40. Tehát a végeredményünk mínusz 9,40. És ezzel nem csak feladatunk, hanem leckénk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!